én hirtelen beugrottam, de nem egyedül akarom megoldani ezt a problémát, hanem vagy mindenkivel együttesen. Szokás szerint ilyenkor megnézzük, hogy az elmúlt hetekben, hónapokban mi történt itthon és mi történt a világban. Hát én Ági kezdeném Argentínában. Hát ugye az elmúlt hónapok teli voltak politikai gyilkosságokkal és hát botrányok sorozatával itthon. Szerencsére egyelőre a politikai gyilkosságok a nagyvilágban történtek, a botrányok történtek csak itthon. Az első gyilkosság Argentinában történt, januárban. Argentinának egy női miniszterelnöke van, és január közepén megölték a legfelsőbb ügyést, egy Nisman nevű jogász, illetve megjátszották, mimelték az öngyilkosságot, de persze ott a kitört, hogy ez politikai gyilkosság volt, és az ügyésznek az volt a bűne idézőjelben, hogy jó néhány évvel ezelőtt Buenos Airesben a zsidó közösség előtt bombázottak le, és nem tudom, 85 ember meghalt, és több száz megsebesült, és ez az ügyész az elmúlt években elkezdte ezt kutatni, hogy kik voltak a tettesek, és odáig jutott, hogy Irán volt, és nem csak, hogy Irán volt, hanem ezt az elnöknő, az ország vezetője ezt pontosan tudta, és gazdasági okok miatt eltusolta az egészet. Azt kérdezném Ági három kérdést ezzel kapcsolatban, hogy egy, mennyire kell félni Irántól, kitől, mitől kell jobban félni Irántól, vagy pedig ugye a muszlim államtól, vagy pedig az elnöknőktől? Hát először is visszatérnék arra az első megjegyzésedre. Két politikai dolog, gyilkosság történt most ebben az évben. A nemcsak gyilkosság nem régen történt Oroszországban. És ugye az argentin főügyész, meggyilkolták, akarták tusolni, mert az volt a gyanús, ahogy mondtad, hogy öngyilkosságnak nevezték, aztán persze kiderült, hogy megölték, mert az ember nem tudja saját magát hátulról fejben ülni, ugye az nem nagyon megy, próbáljátok ki, de nem sikerülni, úgyhogy kiderült persze, hogy meggyilkolták. Föl akartam deríteni ezt a tömeggyilkosságot. A 80-as évek óta nem derítették ki, hogy ki ölt meg, hogy volt több mint 80 ember a zsidó közösségben. Ő ki akarta deríteni. És ha ki akarta deríteni, egyszer meg... Tehát lényegben megölték ezt az embert, mert akkor ölték meg, mikor rájött arra, hogy az uralkodó párt, és valószínűleg az elnök asszony ezen a párton belül, ez egy peronista párt, ami most hatalmon van Argentinában, tudja, hogy ki a bűnös, de eltitkolja, valószínűleg, mert a peronista párt némely ember is benne volt ebben az ügyben. Nem ő személyesen volt benne, de eltitkolja, tudja, hogy ki volt benne, és ezért kellett meghalni a főgyőznek. Borzalmas botrány. Egymás után jönnek a tüntetések, mindenki azt akar, hogy mondjon le az államelnöktől, különben is már fél éve van csak, tehát az egész peronista pártot megrengeti. Ez a dolog. Hát a nyomszor videót nem kell nektek felmutatni. Az jó még, Ági. Na most akkor ez a kérdésed, hogy az Isztán államban vagy Irán, melyik a nagyobb veszély? Hát természetesen egy Irán. Mert Irán egy állam, az iszlám állam nevezi magát államnak, de ez voltaképpen egy terrorista csoport, amely magát államnak tekinti, amelyik egy tökéletesen barbár, tökéletesen szervezetlen, tökéletesen fundamentalista, de ugyanakkor átütő
attól, hogy erővel nem rendelkező entitás. Tehát ők szomszédban el tudnak földeket foglalni, embereket le tudnak fejezni, el tudnak fogni és lefejezni őket, felgyújtani őket, azt gyakran csinálják, már felgyújtottak egy jordán repülőt is, mármint egy embert, vagy egy pilótát, úgyhogy ezt tudják csinálni. Tehát atomhatalom az iszlám állam kezében. Az iszlám állam nem veszélyes Európára, csak abban az értelemben veszélyes Európára, hogy az ideológiája veszélyes. Tehát Európában iszlámisták, nem moszlimok, hanem iszlámisták, tehát totalitárius ideológiában hívő emberek elmehetnek az iszlám államhoz, részt vesznek az akciókban, ott gyilkos cselekedetek hajtanak végre, de nem fognak se Izraelre, se Amerikára, sehova atombombát dobni, mert erre nincs módjuk. Irán egy totalitárius állam, az meg van szervezve. Ott van egy titkos rendőrség, amely három államvédelmi hatósággal és KGB-vel fölér, mert mindenkit az égvilágban megfigyelnek. Ott van egy rendőrsége az államhatalomnak, amelyik egy katonaság voltak éppen, akármi történik, lecsap. Egy fő eső kivégzések száma a világon ott a legnagyobb. Úgyhogy mi nagyon mikor látjuk, hogy egyes embereket lefejeznek, 13-at, 15-öt, de azt nem látjuk, hogy Iránban hány emberről börtönben, és hány embert végeznek ki. Na most egy totalitárius államban engedményt tenni nem lehet, senkinek nem jut eszébe az iszlám államnak engedményeket tenni. Ugye olyat nem alattam tárgyalt valaki velük, hogy majd kompromisszumot kötünk, erről nincsen szó, nem is volt szó. A probléma Iránban, hogy elkezdtek tárgyalni vele, legalábbis az amerikai adminisztráció. Elkezdtek tárgyalni és feltételezik, hogy Irán kompromisszumokat fog kötni velük, ami egy totális állam esetében tökéletlen kizárt, mert ők soha nem kötnek kompromisszumot. Ezt tudjuk Hitler, ugye a Münchennel is megnyertük a világvégét, 25-ször megnyerhetjük a világvégét, amíg a világot össze nem rombolják nekünk. Tehát Iránnak totalitáris állam mindig hazudik, vele kompromisszumot nem lehet kötni. Azért nagyon veszély, mert az emberek elhízik, hogy lehet velük kompromisszumot kötni. Még senki sem hiszi el, hogy az iszlám állammal egy európai kultúrához tartozó ember vagy közösség egyetlen kompromisszumot köthet. Ezért tartom veszélyesebbnek. Akkor ehhez kapcsolatban hadd kérdezzem meg azt, hogy a múlt héten Netanyahu ugye Washingtonban volt, a republikánusok hívták meg, és egy elég heves beszédet tartott Iránnal kapcsolatban. És Obama még nem fogadta őt. Emögött mi van? Tehát az iráni kérdésre másképp látja? Teljesen másképp látja, hogy a demokratikus pártot, Obama maga és az adminisztráció, ugye most egy tárgyalásban van Iránnal, és próbálnak megegyezni az atomkérdésben. Most ők naív amerikaiak, szentimentális naív amerikaiak, akik olyanok, mint annak idei Chamberlain volt, akik azt hitték, hogy egy totalitás állammal lehet kompromisszumot kötni, és majd megteszi azt, ami ígér nekünk, ha megszüntetjük az embargót. Pedig most Netanyahuról nem beszélek, hogy Izrael szempontját képviselte, és ebben igaza volt, mert izraeli miniszterelnök. De én nem csak erre gondolok, arra gondolok, hogy egész nép szenved egy totális diktatúrától. És az egész nép tudja, hogy az embargó az egyetlen eszköz, amivel ezt a vezetést meg lehet gyengíteni. Tehát ha gyengítik az embargót, megerősítik az vezetést. Nekik az a fontos, mármint az irányaknak, hogy ott laknak, és ott élnek, mert legtöbbjük már börtönben, vagy elment onnan, mindent ismerem őket már. Én voltam Iránban, adtam előtt Teheránba, voltam ott. Ugye ezek számára alapvető, hogy fennmaradjon az embargó. Ugye ez egy rossz politika, Iránnal nem veszik tudomásul az embereket, akik ott élnek.
most nem csak Izraelt nem veszi tudomásul, Izrael érdekét, mert erről beszélt Netanyahu, neki igazolt, hogy erről beszélt, mert más őt nem igazán érdekli. De engem érdekel, és azt mondom, nem veszi tudomásul azokat az embereket Iránban, akik szenvednek egy diktatúrától. És az embargó talán közelebb hozza őket ahhoz, hogy diktatúra meggyengüljön. De ha megnyitik az embargót, egyre kisebb az ő esélyük. Ugye ezt a véleményem erről. De ahhoz mit szólsz, hogy Obama nem fogadtam? Azért nem fogadtam, Obama és a Demokrata Párt egyes tagjai, aztán 50-en nem is vettek részt ezen az ülésen. Azért, mert a republikánusok hívták meg először is, és ugye a republikánusok most ugye konfliktusban vannak a Demokrata Párttal, övék az egész. Tehát ez belpolitikai? Ez belpolitikai. Legújabb esemény az, hogy a republikánus szenátorok egy része közöttük az általuk jól ismert McCain szenátor, tudjátok mi, honnan ismerik McCain szenátor, kritizált Orbán Viktor, stb. Ez a McCain szenátor is aláírta azt, hogy ne folytasson Obama a tárgyalásokat Iránnal, mert a következő adminisztráció úgyis megsemmisíti az eredményét ennek a tárgyalásnak. Most ahogy hozzáteszem, akármilyen lesz az adminisztráció, még akkor is a demokrata adminisztrációval lesz, mert nem hiszem, hogy Clinton asszony fönntartaná ezeket a tárgyalásokat. Ez egy hibás lépés. Nézd, a Bushnak nagyon hosszú külpolitikai Amerikával. Na most ez, az ellenpolitikát akarja az Obama folytatni, ez is egy nagyon rossz külpolitika. Nekem ez a vélemény, és megírta amerikai Obama párti barátaidnak is, akik végül is egyet értettek vele. Még visszatérnék egy mondattal az argentin elnöknőhöz, akit úgy hívnak, hogy Cristina Kirchner. Találkoztam vele különben. Igen. Kicsit hasonlít Orbánra, ha elnézem a munkásságát, ugye, hogy hát amilyen nagy a korrupció az országban, amennyire ugye a hűvéreseknek osztja az állami vagyont, amennyire a médiát 80%-ban ő kontrollálja. De ha már úgy ott jártam virtuálisan Dél-Amerikában, kicsit körbenéztem és megdöbbenésemre azt láttam, hogy a legnagyobb dél-amerikai országoknak, Brazíliának, Argentinának és Chilének mind nők a vezetői, az elnökei. És akkor mondtam, ha már Dél-Amerikában csavarjunk egy kicsit virtuálisan, megnézem, mi van Észak-Amerikában. És Észak-Amerikában pedig azt láttam, mert hogy ennek fel már kezembe került a Forbes-nak egy összeállítása, hogy a leghatalmasabb nők, és a hatalmasság itten a népszerűség, pénzügyi és politikai hatalom egyben. És kiderült, hogy a világon ez a három elnöknő benne van az első 25 ember, 25 leghatalmasabb nők között. Előbbre vannak, mint például Erzsébet királynő, az amerikai lap szerint. Ez neki nincs is hatalom. Igen, de népszerűséget találtam. És akkor megnéztem Amerikában, és megdöbbentem, azt láttam, hogy az összes hatalmas amerikai cégnek, ilyeneknek, mint hogy General Motors, IBM, Pepsi, YouTube, Lockheed, Apple, szervezeteket mind női vezetőjük van. Most azt kérdezem, hogy világtendenciója az, hogy a nők átveszik a gazdaság és a politikai hatalmat. Ugye a legelső nő természetesen Merkel. És hogy ennek semmi nyoma nincs Kelet-Európában? Hát Magyarországon biztos semmi nyoma nincs, mert 4% a parlamentnek nő, és egyáltalán semmi. Pedig olyan okos tehetséges, mint a politika markolyán vannak, nem jutnak abszolút előre. Magyarországon macsó felkülvárom van, de Latin Amerikában kéne a macsóknak lenni. Mondom, hogy ma a női este lesz, itt is ezt nem lehet mondani. Európában ilyen tendencia, hát Észak-Európában igen, már valóban majdnem mindent, hogy női miniszterelnök nők vannak, királynökről nem beszélek, de Kelet-Európa nagyon vaskosan elmaradt, bár Lengyelországnak női miniszterelnök van, hogy ez eszembe nem jutott eddig. Így van. Igen. És ennyiben valószínűleg előre jutunk. Bizniszben a nők nagyon jók, ez nem kérdés, politikában is nagyon jók. De meglepő, hogy ezeket a nagy amerikai cégek. Nagyon jó teljes. Hát az első teljesítő nők a Vas Lady volt ugyebár. Nők nagyon jól teljesítenek a politikában.
Most az év első hónapjában olyan 3 ilyen nagy gyilkosság volt, az egyik az argentin, a második ugye ez a Charlie Hebdo téma, a harmadik pedig február végén ugye Nyemcov Oroszországban, és hát márciusnak még nem vagyunk a közepén sem, tehát nem tudjuk, hogy mit volt. Na most ugye ez a Nyemcov gyilkossággal kapcsolatban, ugye éppen tegnap letartóztattak ők csecsen, amiből 2 elismerte, hogy része volt, a másik 3 az még nem ismerte, hogy segítkezett. Na most a 2-ből az egyik, ez a Dadaev, aki be is ismerte, hogy ő volt. Ugye erről 2 dolgot tudunk. Az egyik dolog az, hogy Putyin őt egy pár évvel ezelőtt kitüntette a bátorságáért. Az egyik dolog. A másik, amit tudunk, hogy hát egy radikális muszlim, és arra hivatkozik, hogy Nyemcov ugye szimpatizált ezzel a párizsi szatirikus lappal. Sárgyertővel tényleg szimpatizált. Tehát, hogy kvázi ezt szugerálja, hogy ezért ölte meg. Most a kérdésem az, hogy ugye kezd úgy látszani, mintha ez egy muszlim ügy lenne? De nem lehet ebben tisztán látni. A porosz gyilkosságban abszolút nem lehet tisztán. Ugye, akkor visszamegyünk történetbe, ismerjük a Kirov gyilkosság történetét. Jó, Kirovot megölték, 1934-ben. Sztálin azt mondta, Buharin és társai lették meg, Buharin és társainak per volt, és őket kivégezték. Mindenki tudta, engem beleértve, hogy természetesen Sztálin ölette meg. Mert neki volt érdekében megöletni. Kinyitják az archívumokat. Minderül ki, magángyilkosság volt. Se egyik, se másik nem volt. Tehát így vigyázzunk az orosz gyilkosságokkal. Nem tudjuk, ki ölte meg ezt az ember. De mindenki történet, ez így a Putyin ölette meg. Ugye ez természetes költetés. Neki érdekében állt neki. Mi azt sem tudom, hogy érdekében állt. Miért állt volna érdekében? Mindenki, ha tudja, hogy ezt az embert tökül, és mindenkire fogja fogni, hogy ez érdekében állt, ez sem olyan biztos. Abszolút nem látunk tisztán. Ez az, hogy valaki, egy muszlim ölt, radikális muszlim ölte meg a Sárgyi Hebdomért, ez is nagyon valószínűtlen, de hangzik, bár a csecsenek elég sok gyilkosságot hagytottak végül Oroszországban, tömeggyilkosságot is, többnyire majd gázalolték meg az embereket, ezt jól tudjuk. Tehát ők sem ártatlan kisbabák. Na, nem tudjuk. Nem tudom, mert még sejteni sem sejtem. Ha már a dokumentumok megnyitásáról van szó, hadd kérdezzem meg azt, hogy itt vagyunk egy páran, akik emlékeznek arra, hogy amikor a Kennedy gyilkosság történt, és lezárták a dokumentációt 50 évre, mindannyian azt mondtuk, hogy 50 év, hát az kiéri meg. Hát mi megértük, és ugye fölnyitották állítólag, de semmit nem tudunk meg a Kennedy gyilkosságról. Nem, mert kinyitották, és kiderült, hogy a hivatalos verzió igaz volt. Na, most mit csináljunk ezzel? Ezzel nem tudunk semmit csinálni. Ezt titkosították. Hát ez nem fog, sosem tudjuk megtudni, ugye, hogy ki volt a gyilkos, és hogy ennek milyen hatása. Tudjuk, hogy ki volt a gyilkos. Mármint, hogy a megbízó ki volt, azt nem tudjuk megtudni. Hogy ennek milyen hatása lesz az orosz belpolitikára, az orosz ellenzékre, ki tudja. Hát ezek a dolgok, ez Magyarországon van most egy ilyen sztórink, ugye? Amit a Simicska szellőztetett most, hogy az Orbán az Pesugóból, Kádárista Korszakban Pesugóban, és hát erre dokumentumok állnak rendelkezésére. Na most az a tény, hogy minden magyar belügyi dokumentum megvan az oroszoknak. Ez ketten nagyon megbízható emberek mondták a televízióban, ma hallottam, hogy ez bizony így van, hogy ők mindent lemásoltak és mindent elvisztek maguknak. Ami most teljesen ettől független annyit jelent, hogy az oroszok bármivel zsarolhatnak bennünket, mert kezükben van a zsarolásnak az eszköze. És teljesen független, hogy mondjuk pontosan Orbán volt a besugó, vagy valaki más. Vagy sok ideje nem volt besugó. Mi? Olyan sok ideje nem volt ott. Na, volt ez, valami 3 éve volt rá. Ez katonai dolog volt, tehát igen, hát akkor még volt 3 éve. De nem az a kérdés. Az a kérdés, hogy ebből kiderült,
hogy akárki van itt közöttünk a vezetőségben, és nem bárhol, ugye? Annak ott van a dokumentum rajta, és ezzel zsarolni lehet. Tehát, hogy Magyarország most Oroszországból zsarolható. Ez a tanulság, amit le lehet ebből van, és miért zsarolható? Mert 25 év alatt nem sikerült nyilvánosságot tenni ezeket az adatokat, ami abszurdum. Minden kormány kivétel nélkül megakadályozta. Csak az SZDSZ akarta mindig, hogy legyen, és jöjjön. Minden kormány megakadályozta. 25 évig nem lehetett nyilvánosságra hozni. Mindenkinek valahogy baj volt a fején. Mert mi az Istennek akadályozták? Igaz, hogy mi vagyunk a legutolsó Kelet-Európában? Bizony, mi vagyunk a legutolsó, mások már rég túl vannak, egyedül Magyarország nem hozta nyilvánosságra. Ezek takták a csőjük. Mindig különböző indokokkal, hogy csak egyesek vannak itt, mások nincsenek itt, már csak megsemmisítették, és akkor szegényeknek kint az aknájuk, akkor rosszul járnak azokkal szemben, megsemmisítették szabtákat, lehet ezt cifrázni, hogy akarod. Lényegben mindig volt valakinek baj volt a fején, és mi a kormányban. És ennek persze minden, hogy vagy az üzleti életben valahol. Nem volt érdeke, hogy ezek nyilvánosságra kerülnek. Magyarország az egyetlen ország, egyedül, ahol nem hoznak nyilvánosságra ezeket a tények. És itt van ez a Simicska fölépésének, ez a, hát mondjuk a lényeges vonatkozás. Visszatérünk még bőven Magyarországra és Simicskára. Még egy kicsit a világban aztán hazajövünk. Merkel nem olyan régen volt itt nálunk, ugye, és akkor mindannyian előre itten fontolgattuk, hogy na majd mit akar Merkel, na majd mit fog mondani Orbánnak, négy szemköz sajtókonferenciák, akkor boldogan elemeztük ugye Merkelnek a fintorát, abból próbáltunk következtetéseket levonni. És vannak olyan vélekedések, és ezt szeretném megtudni, hogy erről te mit gondolsz, akik ezt egész másképp látják, és azt mondják, hogy Merkel tulajdonképpen egy gesztus gyakorolt Orbánnal és Putyinnal szemben, amennyiben látogatásával jóvá hagyta Paksot, és egyébként is másképp nem nagyon érdekli akár Merkel sem, mint a német gazdasági érdekek, és hát Merkel is, meg az egész Európai Unió, hol van itt a morál, hol van itt az etosz, csak valahogy a pénz és a gazdaság dominál. Tudom képzelni, hogy amikor a Foksról van szó, hogy akkor jelentkeznek egyesek. Németek, franciák, amerikaiak, hogy én is akarok egy kis szeletet ebből. Ezt akarom, annak örülök, hogy nem nálam van, mondja Merkel, nem nálam vannak ezek az akkormányok. Persze, mind örül, hogy nem ott van, de azok valahogy beleszállnának, mindenki szeretne beszállni. De nem hiszem, hogy ez lényegben fölül írja mondjuk az ember jogi meggondolásokat. Nem hiszem, hogy ez fölülírja. Része van benne. A hangosabban és erőteljesebben beszélnének, ha nem lennének érdekek. Tehát a Merkelnek nem egy Szent Paksa problémája, itt van az egész autógyártás Magyarországon. Német autógyártás, akik olyan kedvezményekben részesülnek, mint senki sehol nem részesül. Úgyhogy Merkelnek minden oka megvan rá, hogy a gazdasági érdeket is tekintetbe vegye, és a kicsit halkabban fogalmazza az illiberális állam elleni tiltakozását. Kicsit halkabbra megye, de azért kimondta, mind a kettőnek igaza. És hogy egy kis Paks jóváhagyása, az ő látogatása? Nem hiszem, hogy Paksot jóvá, először is nem tőlük függ, hogy Paksot jóvá hagyja. Még közel a németeknek Pakshoz. Az Európai Unió majd fölülvizsgálhatja a szerződést, de az Angela Merkel nem az Európai Unió. Neki az égvilágon semmi közel, mint német kancellárnak Pakshoz nincsen. Európa főnöke, Juncker, azt mondta, hogy tulajdonképpen egy európai hadsereggel, és éppen ma nyújtották be az ezzel kapcsolatos dokumentumokat, egy európai hadsereggel, mert az oroszokkal szemben is csak ennek van elrettentő ereje, így tudja Európa megvédeni magát. Mi a véleményed? Teljesen igaza van, Juncker, ezt már régen mondta.
micsoda unió az, aminek hadserege sincsen. Ez annyit jelent, hogy kizárólag az amerikaiaknak támaszkodunk. Amerika majd megvéd bennünket. Ugye azt csinálta Amerika a II. Világháború is utolvégre, nem? Jöttek, Sparta szálltak Normandiába, ők meg az angolok, ugyanak a szigeten. És majd a kontinens, az majd hagyja magát megvédeni. Szerintem ez egy rossz politika, ismétlés a régi politikának, hogy majd minket megvédnek az angol szászok. Azok nincsenek a kontinensen. Kontinens maradjon békés, nem adunk ki pénzt fegyverre, azaz pénzt csinálok a fegyverből, mert mi vagyunk a legnagyobb fegyverszállító. Ugye ez nem titok, németek, svédek, a legnagyobb fegyverszállító. Tehát pénzt csinálunk belőle, de mi nem használjuk őket, azzal csak eladjuk őket. De nincsenek katonái. Ez egy rossz politika, ez egy hazug politika, és ez mondjuk Európának egy öngyilkos politikája, mert ez egy kiderül, és ha nincs ott angol és anglias Amerika, akkor már egy hitlerista lenne egész Európa, mint ezt mindannyian jól tudjuk. Vagy szovjet lenne egész Európa, azt is lehetne. Mind a kettő. Egyiket sem tudnának semmit sem csinálni, mert nincs hadseregük. Szerintem tehát ez egy fontos dolog. Nem kell mindent a NATO, mert az Amerikára bír. NATO az volt, aki az Egyesült Államok hadserege. Meg hát nem természeti törvény, hogy Amerika mindig Európa mögött áll. Nem természeti törvény, Amerika, és ami Angliát is mondom, angol száz országok, hogy azok mindig majd az európai kontinens segítségre van a szegély. A bármelyik totális állam vagy nagyhatalom meg akarja szállni egész Európát, akkor jönnek az angol százak és majd megmentik őket. Hát erre nem lehet örökké számítani, nem is helyes örökké számítani. Tehát én helyesül. Úgy látjuk, hogy az oroszoknak érdeke, hogy az Európai Uniót destabilizálják. Első kérdésem majd az, hogy tényleg érdeke. Persze, hogy érdeke. Ez nem is kérdés. Azt látjuk, hogy a szélső jobbot ugye mindenütt finanszírozza Moszkva, erről támogatom, hogy egy fél mondatot beszéltünk is, így a magyar jobbikot is nyilván az oroszok finanszírozzák, amiben az a logika, hogy kis rendetlenség legyen az országban, de ne legyen stabil az ország. Szélső jobb mozgalom akár, mint az oroszok. Mint az oroszok finanszírozzák. Na most itt jön be Paks. Ugye ez egy nagyon nagy téma, hogy mi Paksnak az új neve? Csernobúgyat, igen. Akkor egy kicsit oroszul. Nincs önben Paks, amit ugye hát nem látunk át, senki nem. Egyszer érdekes lenne egy estét csak Paksról, senki nem látja át, miért látnánk át. Azért mert titkosítva van. Főleg a 30 évig ugye titkosítva van. De kérdésem az, hogy ez az egész Paks dolog, ez nem megint az Európai Unió destabilizálása? Ami azt jelenti, azért gondolom, hogy ez az Orbán, mintha egy trójai faló lenne ebben az ügyben, ugye mert nem tudjuk, hogy mit tartalmaz a szerződés. Na most elképzelhető az, hogy ilyen értelemben Orbán, vagy az aktuális magyar vezető a szerződés miatt fogja esetleg ugye az orosz érdekeknek, és akkor az Orbán most nem fogja tudni, csak az orosz érdekek szerint táncoljon, vagy az Európai Unió. Mindenki az orosz érdeke saját pénztárcája körül táncol, mert ugye ez hihetetlen nagy lopásoknak alkalmat, ez köztudomás. Ez a második rész, az oroszok tényleg akarnak bankra szerezni, azért az orosz állam egy autokratikus állam, és Oroszország nem a Szovjetunióval volt kezdett terjeszkedni, elfelejtjük, hogy már a cári állam is ilyen volt, hogy ez egy hagyomány. Ugye nekik mindig hódító, ez egy hódító ország. És egyelőre, amíg nincs a demokrácia, hódító ország is marad. És egyelőre nincs sok látszatja a demokrácia kialakulásának. Ebben a pillanatban nincs látszatja a kialakulásának. Tehát ők akarnak, ki akarják terjeszteni a párokat. És a befolyásuk. Ez különben érthető, miért ne akarna egy ország a befolyási övezetét kiterjeszteni, csak azt nem szabad engedni neki. Ugye ez a külpolitika játszva. Én akarom a befolyási övezetemet kiterjeszteni, én meg nem engedem, hogy te kiterjeszt. Ugye a leggyengébb láncem Magyarország, mert Magyarország azért most
tábatáncot jár, és ugye igyekszik azért az oroszoknak is engedelmeskedni, meg azért az Európai Unió pénzét is elfogadni, tehát valahogy középen megmaradni. Hogy ez azért van, mert zsarolnak az oroszok, minket nem tudom. Vagy zsarolják személy szerint oldalt az iratokkal. Hát ha igaz, ezt még sem tudom, de mindenki, vagy zsarolják Orbánt, vagy az érdekét. Mondjuk érdekére játszanak. De a Paks különben, amennyiben az atomerőmű önmagában, hogy Magyarország legyen egy erősebb atomerőmű, azt a kérdést is meg kell vizsgálni, hogy az alternatív energiák jobbak, olcsóbbak, progresszívebbek-e, vagy az atomerő. Először erről kéne egy vitát, és vitát szakember között, mert én nem tudom erre választ. Az öldek tudják. Ők tudják, hogy napenergiával, meg szénergiára, meg ők meglennék. De én nem vagyok biztos, hogy nekik igazuk van. Tehát tessék nyílt vitát venni, milyen energiára van szükség. Amennyiben kiderül, hogy nem atomenergiára, fektessük a pénzünket be szél napenergiára, új energiákra. Amennyiben kiderül, hogy mégis atomenergia számunkra legfontosabb, akkor de versenyeztessünk, akkor nyilvánosság előtt versenyeztessünk, nyilvánosság előtt kössünk szerződés, és a szerződés minden pontja legyen nyilvános. Úgyhogy itt minden rosszul történt. A, B, C, mind a három pontban, itt minket ugye hát mondjuk, nem akarom mondani, mit csináltak velünk, tehát mindig a hátunk mögött intézték ezeket az ügyeket, ami egy ilyen alapvető kérdésben, mint energia, voltak éppen bűnös, igazán bűnös. És csak nekünk van Paksunk? Hát Putyin ott ül a Kremlinben és kigondolja, hogy hát be akarok menni, Latiben akarom ezt az Európai Uniót, ha lehet ilyen az atomerőművön keresztül. Na, melyik országot választhatom ki a 27-ből? Ez nem egészen fontos, így a lengyeleknek is lesz. Van ők franciák építik meg, igen. Úgyhogy, az oroszok építik neki? De a franciák építik. Franciák építik. Lengyelek a franciák építik. Na de hát... Nagyon belül van. Nagyon haragszanak is ránk, nagyon haragszanak ránk az oroszokkal való puszipajtás. De Putyin csak... Putyin csak Magyarországon? Csak majd pillanatig, nem tudom, hogy Bulgária fontosan neki vagy nem, de ahogy ismerem, csak Magyarországon van most a Putyin. Hát Finnországban is. Na jó, hát akkor térjünk haza. Ugye botrányok sorozata, már felsorolni is kedves. Ugye hát a Budakes és egyéb broker dolgokban már bele sem tudunk látni, azt sem tudjuk ugye, hogy ezek szoci ügyek, Fidesz ügyek, vagy egyik se, vagy és az a broker cégek a világon mindenütt ezt történik. Ennyire, nem ennyire. Ugye ez egy olyan téma, amiben bele sem tudunk nézni. Nem tudunk bele. Hát a Simicska Olmát, ez egy csimbom cirkusz, ugye? Ennek úgy örülünk, hogy van, de hát majd belemegyünk ennek a részleteibe. Akkor a médiabirodalomnak ugye az átszabása, nagyon vágyjuk már csak négyekkel aludni, és akkor megtudjuk, hogy milyen lesz az új média. Hogy Vida Ildikó saját magával szemben vizsgálódhat, és saját magával szemben megalapíthatja, hogy ő bűnös vagy nem bűnös. Hogy Orbán velje mesésen gazdagodik. Rengeteg minden van, én hármat vennék ki, aztán majd lesz alkalom arra, hogy akinek egyéb kérdése van. Ami nekem szinte legjobban tetszett, ez a tegnapi, vagy tegnap előtti, nem is emlékszem, a nagyköveteknek az összejövetele. Ez úgy nézett ki, mint egy ilyen ideológiai továbbképző. Nyugatra már nem kell nyitni, mert ott vagyunk, keletre nem kell nyitni, mert ott már minden megvan, annak ellenére, hogy a számok nem mutatják. Ezt ő így elmondja egy mondatban, hogy kelet már sikerült, annak ellenére, hogy a számok nem ezt mutatják. Egyszerűen hogy gondolkodik az ember, hogy lehet mondani egy ilyen mondatot. Tehát nyissunk dél felé. Azt kérdezném ezzel kapcsolatban, hogy ez egyértelműen miért?
Vagy ez a csimpon cirkusz. Ha van csimpon cirkusz, ez a csimpon cirkusz. Égvilágban semmi értelme nincsen. Magyarország bezáratta majdnem az összes latin-amerikai konzulátusát és követségét. Micsoda csimpon cirkusz ez? Milyen kapcsolataink vannak? Semmi. Az év olyszak azt mondja, hogy 5 éven belül a külkereskedelem 30%-ának majd onnét kell jönni. Gyerekem, ez nem kerül neki semmi, vagy ezt mondja. Ezek levegő, ez levegőből szedni. De muszáj neki aktivitást mutatni. Hát azért, azért szorul körülött a hurok. Hát azért nem tévedjünk. Körül, az a Simicska nem egy vicc. Visszatérünk Simicskára. Jó, rendben van, csak hozzátoztam, ez a beszéd is. Délre megyünk, hogy szorul körülött a burok, tehát mindig kell valamivel föllépnie, kell valamit mondani, nem tudom én, visz, vagy menjek az, mint a minden évben tart. Évértékel, és évértékel, teljesen semmit mondta. Évre mindig, a most jó reggelt magyarok, ugye mindig muszáj valamit mondani, mert szorulkodott a urok, nem tud békén maradni. Tehát ez az egész követség előtti csimbomszírhoz. Na most azt mondja, éppen ebben a nagyköveti beszélő, és azt mondja, hogy nem kell a mi igazi nagy szövetségesekhez igazodni, nyugodtan elmondhatjuk, hogy nekünk egészen mások a céljaink, az értékeink. De ezt csinálják. De nem fog ezért hozzá az önöket segbe lúgni? Nem, hát, oda benne. Nem, már is se figyelünk. Nem, oda se figyelnek rá. Gyerekem, az Orbánt azért az Európai Közösség, bocsánat, az a kifejezésért megírta. Azaz, ezt honnél tudjuk? Ezt tudjuk. Hidd el nekem, hogy ezt tudjuk. Levelet kaptál? Nem kaptam levelet. Hát maga Orbán is elmondta ezt, hogy utána az állammal nincs bajunk, már mint Merkel-nek, de mit csináljunk az újságírókkal? Emlékszel, hogy mondta ezt? Hát az újságokat nem tudja befolyásolni. Az a közvéleményt nem tudja befolyásolni. Most azt mondja, hogy nem nagyköveti értekezleten, vagy mind, azt mondja, hogy nem értelmiségi diplomák kellenek, hanem dörzsölt üzletemberek. Hát hogy fogják a magyar diplomát bárhol komolyan venni? Ne viccel, mert ez katasztrófa, mit történik. Mert az új külügyminiszterünk volt, még a jobboldali diplomatákat is, akik valamihez értettek, elküldték, ne váltották. Vagy a focistákkal töltik meg ezeket. Engedelmes, nem így csatárokkal, hátvérdekkel, csatárokkal nincsen szó. Az a Kuminra, emlékszel a Kuminra, aki ellenem írtunk, a svéd televíziónak nyilatkoztam? Talán emlékszik valakit, hogy ugye, az olyan butaságot írt ellenem, hogy én 3 mondatra tudtam válaszolni, és a svéd halálra nevették magukat, mert a Kumin közölte a svéd állammal, hogy tiltakozzanak ezzel, amit Magyarországon a televízió bemutatott. A svédek csak egyszer azt válaszolták, Svédországban nem szokás az államok beleszólni a televízió működésébe, ami nagyon komik, nagyon nagy meglepete. Na most ő nekünk a Washington emeskedett. Bravo! Se üzleti érzéke, se értelmiségi. Hát akkor már se az Orbán nem veszik komolyan, sem a magyar diplomáciát. De ez a magyar diplomáciát. A magyar diplomáciát vehető. Tessék? Nem Erkényi Réka a nagykövet. Ja, nem Erkényi a fő nagykövet és a Kumina a fő. De most a Kukin volt az, aki a New York Times-nek leveleket kirobáltat, hogy tiltakozott, és egyszer megdicsérte a New York Times-et, hogy most jobban cikket közöltek Magyarország. Így van ez? Igen. Na jó, így van ez. Ha már róla van szó, tulajdonképpen a te feleddel kapcsolatban elnézést kértek tőletek? Hát, de hogy kértek elnézést. Nem csinálnak. A rendőrség feladtam, mert nem a vizsgálatot, mert nem talált semmit. Úgyhogy nem foglalkoztunk. Elnézést kérni, ne viccelj már. Iskolára nem kell. Az nem szokás. Igen.
Na most akkor ő visszatérve az évért igazán van ebben, akkor mint csak addig volt a főnök, amíg a mostani követasszony ki nem nevezte. Tehát az utolsó hónapban már nem ő volt. Visszatérve Orbánnak az évértékelőjére, ami nem tudom, az is múlt héten volt ez, amit egy napokban nem a végben volt, igen, nem a végben. Először látom, mintha az egész olyan erőtlenebbnek tűnt volna, meg mintha a közönség is kevésbé lett volna lelkes, mintha úgy változna a világ. Engem nem az Orbán beszédére, nem tudom, láttatok az emberek arcát, mikor nem az Orbán, láttatok, ugye a Balognak, az arca átszellemülten nézte ezt az ember, hogy átszellemült, és a másikra aztán sem én volt, vagy ki volt, igen, ő is, ezek ketten így néztek az első sorban, de Isten látnak a templomba megjelenni. Úgyhogy ez számomra ez volt a legborzalmasabb kritikája Orbánnak, hogy így lehet ránézni, hogy így néznek rá. Ilyen kis erőtlenedést nem éreztél, hogy már Orbán is erőtlened, a közönség is kevésbé lelkes. Lehet, ez csak egy ilyen wishful thinking. Voltak ilyen. Igen. Szinte ismétli a magát, hogy nem tudom. Egy kis pozitív szimbólumot hadd mondjak, ami nekem úgy nagyon tetszik. Ugye, hát látjuk ezt a nagy cirkuszt a vasárnapi zárvatartással, ugye ez most már régóta folyik. És tetszik nekem az, hogy mi mindent találnak ki. Úgy látszik, gazdasági szinten mozognak az emberek, hogy kitalálnak, ami csak politikai szinten nincs mozgás. Nagyon tetszik az, hogy következőket találták ki, hogy kivédjék ezt a vasárnapi bezárást. Bevezetik az országnak a nagyobb, bevezetik az e-mail kereskedelmet. Elkezdik a franchise üzleteket, ami azt jelenti, hogy nem egy nagy óság, hanem 100 kicsi lesz, amit viszont nyitva lehet tartani. Robotokat alkalmaztak, és vállalkozási szerződéseket kötnek az emberekkel, az azt jelenti, hogy a Kovács Jánosné nem mint munkavállalóan felvéve, mert azt nem lehet, de mint önálló vállalkozó, azt lehet, mert akkor nem a dolgozó van kizsákmányolva. Tehát milyen érdekes, hogy mennyire találékony a gazdaság, és hát itt elbeszél, hogy bevezetik a 13-14 órás munkanapokat is. Milyen találékony a kormány, hogy kitalált ezt a vasárnap nyitvatartást, mi a tényleg? Tökéletesen érthetetlen. Mert még az útiból az egy rossz intézmény, de inkább pénzt kapnak. De miért találták ki ezt? Miért ötölték ki ez? Csak azért megszállják az embereket, és meg... Vagy figyelemeltevelés? Na én nekem van egy javaslata. Keresztény Dobrovát tesz. Az a javaslat, hogy az emberek templomba menjenek. Ennek például tartsák be a mozikat, tartsák be a fürdőket, tartsák be a vendégletet, akkor oda fognak menni. Teljes elmebetegség. Kb. Gyerekkoromban mentem, volt egy dal, nem szeretnek énekelni nektek, amikor a gyerekkoromban hazajöttem Pestről, mindig ezt énekelt. Ahol a sárga villamosok járnak, a boltok bezárnak, ott van Budapest. Hát ez 80 évvel lesz ebben. És mondtátok, már mennyit itt van. Ez a haladó hagyomány. De kicsit erre a Simicska Orbán dologra visszatérnék. Az első kérdésem az, hogy te látsz valami stratégiát Simicska mögött, vagy csak kapálódzást látsz? Biztos, hogy van stratégia. Simicska volt a kollégisták között, az ő véleményük szerint a legokosabb. Simicska csinálta meg Orbán Viktort valóban. Úgyhogy azt hiszem, bódja van, és semmit se csinál düböl, haragból, sértességből, ő mindent számít. Hát az első forduló, ugye a Genfi forduló, az dühből és harapból volt. Az dühből és harapból. Nem? Nem elcsinálni az ember. Azt úgy kiszámította azt, persze. Milyen szót fog használni? Persze, azt kiszámította. Ez kiszámít minden lépés. Igen? Persze. Én az első forduló úgy éreztem, hogy ez ugye ilyen gyerekes düh forduló.
ez a második forduló, ugye a 3x3-os, ez pedig hát, hogy lehet ilyet mondani, mint hogy nagyon érdekes, nem tudom, hogy tegnap kilátta az egyenes beszédet. Én láttam. Ugye az Olgát és a Gulyás, vagy hogy így a Gulyás, hogy csinálsz? A Gulyás, az egy szörnyet. Azt kell mondanom, hogy tegnap ezt nézve, én neked el tudok képzelni, hogy hol állok és mit gondolok, tegnap ezt nézve azt láttam, hogy az Olga volt ilyen állandóan belevág a szavába és kapkodó, és ő elég nyugodtan és értelmesen mondta el, amit el akart mondani. Hát miért? Mert értelmes papagáj. Úgyhogy vannak nagyon jó papagáj. Jó, a Gulyás Gergely minden alkalommal. Nagyon. Megyek itt beszél, mindig alkalmammal tudom. Az első mondat tudom, mi lesz az utolsó. Volt füle farka, de meg nincs hozzászokva, hogy a füle. De különben volt füle farka, de van mások is, aki nem olyan, mint a vannak a Fidesz oldalán emberek, akik azért önállóan gondolkoznak, maguk fejével gondolkoznak, és nem okatlanul, mint ez a Gulyás fiú, aki sosem a saját fejében nem talált ki semmit. Tehát a Stumpf azért gondolkozik a saját fejét, vannak ott az emberek, akik okosak és jó. Fidesznek van egy pár jó, hagyományos ember, újak között. Jó, de hát ez hitelesnek tűnik, hogy azt mondja a Simicska, mi bármennyire örülnénk ugye minden cirkusznak, de hitelesnek tűnik, hogy Simicska azt mondja, hogy hát igen, 30 éve dolgozom együtt, ezt is hallottam. Most gondolom azt, hogy esetleg mégis. Tehát nagyon Simicskának az a statikája, be akarja húzni Orbánt arra, hogy beperelje, és hogy ő nyerje meg a per. Úgyhogy ez megpróbálja oda vinni a dolgot, hogy az Orbán végül beperelje őt rendelmezésre. Egy per 5 évig húzódik. Nem baj, de nem baj. De az Eisen, nézzél, sosem mondta van, de azt nem lenne. Tehát úgy érzed, hogy van Simicska mögött stratégia, és jön még majd egy harmadik etap, negyedik etap. Egyet tudok, hogy ő csinálta meg a Fidesz hatalomra kerülésének a stratégiát, ezt mindenki tudja. Igen. És mindenki tudja, hogy került egy volt kisfarkó, vagy lett nagyfark, és hogy uralja most hatodik éve az egész országot. Tehát a stratégiát azért jól ki tud találni. Ugye? Mert ezt őt találtak. Hát mi is ebben reménykedtünk, csak akkor elment szánkózni, meg ismerőjét. Ez is benne. Ez egy dörzsölt fickó. Ez nem csinál semmi csibók cirkusz, ez nem csinál haragból, nem örülök, ez dörzsölt fickó. Ezt nem szeretetből mondom, hát amit ő a nyakunkra hozott, az nem nagyon szeretné valahogy így legyen. De azt mondom, hogy meghirdetett egy háborút, és háborút is fog folytatni, és biztos abban, hogy győzni fog, különben nem folytatna háborút. Mert mindig biztos volt abban, hogy győzni fog, nem szeretettel méltóan, mert aztán nem is akarja, hogy szeressük, nem? Hát igen, de hát ugye az embernek egy gangster és egy diktátor között kell választani, valahogy egy kicsit a gangsterhez ez nem egy diktátor, ez egy orientális despota. Mert egy diktátor, nézd, nekünk voltak diktátorai, Rákosi Mátyás, Kádáres, melyiknek jutott ez a szülő városában stadion, kisvasutat, mit tudom, nem sokára, piramis jön a következő, a piramis, az Vácsuti piramis. Ez nem jut egy diktátor eszébe. Nos, akkor mi ketten befejeztük, most rajtatok a szó. Én nekem nincs kérdésem, csak két megérzésem van. Először is az iszlám államnak, ennek nem tudják az emberek, nekik 15 ezer fegyveres ember, van könnyű fegyverek, akik felszerelve, és ettől fél az Obama. Ugye, és ettől fél a nyugat, nem támadják őket, meg csak repülőtéggel, úgy messzerről bombázzák őket, ezt sem értem. A második dolog, ami ez az Iránnal, ami egyezményt, amit a Obama alá akar, ez nem csak a Obama, mert európaiak is benne vannak, de ezt mondják, hogy Obama az ő a első primas.
És ebben például megengedik, hogy az iránoknak legyen hosszú távú rakétájuk. Mai nap van olyan rakéták, amit Európát ma befedik, és most fognak lenni olyan, amit Amerikában is elérnek, és minden gyerek tudja, hogy mire kellene a hosszú távú rakéták, ugye? Hát nem konvencionális robbanónak. Ezt a két dolgot akartam csak megjegyezni. Köszönöm szépen. Nagyon igaza van abban a rakétákra, Ramon. És hát ugye könnyű a rakétákat atomtöltésűnek előállítani. Én csak teljesen egyetért gondolom velem, totális diktatúrának nem kötünk kompromisszumot, mert a kompromisszum mindig látszólag. Ami viszont az ISIS-t illeti, tehát az iszlámállamot illeti. Iszlámállamot illeti. Az ellen lehet győzni, de hát nézze, ki hozta létre az iszlámállamot, legyünk. Hát amikor az Assad ellen a fölkelés megindult Szíriában, akkor támogatták az ellenzéket. Ennek az ellenzéknek egy alapvető, döntő része maga, abból nőtt ki az iszlám állam. Ugye ez azért a nyugati hatalmak támogatásával jött létre, ez az iszlám állam. Ezt ne tagadjuk. Mert tudni, két gonosz között kellett választani. Ha az én véleményemet kíváncsiak, a nyugati hatalmak Amerikát belejtve, akkor járnának el okosan, ha egyáltalán nem avatkozzanak be ezekbe az ügyekbe. Mert hogyha ledöntik a diktátor, akkor jön az anarchia és jön az ISIS cím, és minden ez jön létre, a diktátort megölik. Diktátort utáljuk, nem szeretjük a diktátort, tehát hagyjuk békén, csinálják maguk országát. Úgy, ahogy akarják. Nem szabad nebben beavatkozni. Ez a dolog, hogy Assad ellen, aki egy szörnyetek, egy diktátor valóban, Assad ellen támogatjuk az ISIS-t, nekem az várnak jut eszembe, biztos ismerik a Bibelunk egy gyűrűjében, hogy amikor a következő mondatot, hogy Fafner és Fazolt és Fazolt és Fafner és Fafner és Fazolt, hogy üssék egymást nagyon. Hát körülbelül ez a vélem. Hát mit kellett a nemzet ünnep Magyarországon ma? Az a kérdés, hogy kinek mit jelent. A nemzeti ünnepek általában a kormányok számára mindig annyit jelentenek, hogy kormánypropaganda kifejtése szempontjából van egy remek alkalom. Hát minden nemzet ünnepek, nem csak Magyarországon, mindenütt a világon. Nemzet ünnepek, kormányok folytatják a propagandát. Ebből különbözik a vallási ünnepektől. A vallási ünnepek untaktak maradnak mindig. De a nemzet ünnepek mindig arra szolgálnak, hogy propagandát csináljanak. Hogy akkor arra is szolgálnak, hogy a politikai ellenzék hangot adjon az elégedetlenségnek, hangot adjon a követeléseinek, és szerintem ezen a március 15-én valószínűleg mind a két hangot fogjuk hallani. Az egyik félnek, mind az egyik félnek annyit jelent, hogy ezzel szimbolikusan megerősítem a hatalmamat, a másik félnek annyit jelent, hogy a márciusiak nyomán kérdésesen teszem azt, hogy akik hatalmon vannak, hatalmon maradjanak én. Ez a második. Az első kérdésre vonatkozom, hát tudja, az a pillanatilag az a helyzet, hogy lehet, hogy az uralkodók fognak összeomlani, ugye, de az ellenzék oldalon nem látom, hogy új szereplő. Bár a civilek bizonyos, akik föllépnek, és vannak egyes emberek azért, akik megcsinálják magukat. Biztos, hogy te megcsinálják magukat, nem azon gondolsz, Péterre, aki, hát most az ötödik kerületi, hát most megcsinálja ezt a mozgalmat, hogy 5000 ember mégiscsak fölvonult, hallatja, mindig fölnél, hogy ezzel magát is megcsinálja, az természetes, magát is megcsinálja, de képes arra, hogy mobilizáljon embereket. Ez a politikusnak mondhatnak. Ő az egyetlen, aki politikus föltűnt az utóbbi időben. Talán még Karácsony Gergely is föltűnt azzal a két lépésével, hogy egy magához vett egy fideszest, ugye? Tehát a polgármester.
Kettő, hogy az egész országban nincs szociálpolitika, leépülőben van a szociálpolitika, és ő zuglói szinten elkötett szociálpolitikát. Egyetértek veled, a Karácsony Gergely is megvedett, mint egy politikai tényező. Igen. Tehát kicsik a tényező. Igen. Csak hogy nem többet mozgva, mert ő más szinten jelent. Ha engem kérdezzen, kell valak az emlékmű, és Feldmayernak az érvelés egy rossz érvelés volt. De lényegében azt mondta, hogy az antiszemitizmus fogja növelni, körülbelül ez lenne, az teljesen ócska érvelés volt. Igenis, kéne egy holokauszt emlékmű egy igazi, egy tényleges, mert igazad van, hogy az a nyilas uralomra emlékezik, az akkor már a zsidóság félműsült, már deportáltak, mire a Dunába lövésre sor került. Egy fontos különben a Jánosnak a részvét, hogy ő emelt ezt kérdés, és mit Máriával szembe, ugye? Most a Lázár nő? Lázár, de Lázár János. Mert csak itt János. János. Lázár János volt az, azért János a Stabler, mert szerintem miniszterelnöki ambíciói vannak. Ez nem kérdés már a számban. És ezt tudja az Orbán? Hát, nem mondhatja az Orbán, hogy nincs igaz a Lázárnak ebben a kérdésben, nem mondhatja. De neki is vannak határai. Ez Lázár iniciált, Lázár veszett össze a Schmidt Máriával. Lázár mondta azt, hogy nem lett a zsidó közösség nélkül egy ilyen emlékhelyet kialakítani. Ebben szembeállt voltak éve Orbán Viktorral, aki presszionálta ezt a megszállási emlékművet. Lázár János szeretne miniszterelnök lenni. Isten tudja, lehet, hogy lesz is. De minden esetre van a kérdésben igaza. És Orbán ezt nem tudja kezelni, hogyha Hát azonban nem léphet fel azzal, nem ez, hanem, hogy a zsidó közösenek ne legyen szó. Nem ez, hanem hogy ha Lázár János miniszterelnökségre tör, tehát az ő pozíciája, pozíciójára tör, ez függetlenül a zsidó témától, ezt nem tudja Orbán kezelni? Vagy ezt csak mi tudjuk? Nem tud, ezt mindenki tudja, ezt nem csak mi tudja, ezt mindenki tudja. Hadd legyen egy technikai kérdésem, van többször elhangzott az, hogy a dokumentumok Moszkvában vannak, vagy lehetnek. Azt már ketten hivatalosan megegyeztek. Hogy kell ezt elképzelni? Itt millió számra vannak a dokumentumok. Tehát volt valakinek ideje ezt a millió dokumentumot lefénymásolni? Gondolom, az oroszoknak volt, mert teljesen megbízva, a német a volt miniszterelnököm mondott, hogy ő mindig tudta, hogy ezek le vannak máshol és Oroszországban. Vannak, ezen kívül most a biztonsági szolgált vezetői nyilatkozott a televízióban, hogy hívják, nem tudom. A mostani biztonsági szolgált vezetői, hogy igenis az oroszoknak minden állja. Úgyhogy két nagyon hiteles, teljesen különböző pártállása, háttérű ember mondta, igenis az oroszoknak, megvan az egész dokumentáció. Ez nehéz kérdés, tudom, de... Ez a kérdés nem látom tisztán. Nem látom, egyáltalán nem látom tisztán, hogy erre nem is tudnék igazán választani. Ugye ez a mostani görög kormány, ami ez egy furcsa szövetség, ugye egy erőteljesen baloldali és erőteljesen jobboldali, megpróbál azért úgy evickélni, hogy valahogyan eleget tegyen a kölcsönadóknak, és mégsem kelljen embereket elbocsátani, méghozzá azzal az eszközzel, amit mindannyian tudunk. Hát mindennél tudunk, hogy Görögországban senki sem fizetett adót. Eddig is tudtuk mindannyian, és ők is tudták mindannyian. Most rájöttek arra, hogy nem fizetnek adót, és ezen túl fognak adót fizetni. Na most ez lehetséges, hogy ki tudják az emberekből, mert 100 éve szokás, hogy nem fizetnek adót, hogy most egyik napra másolok az embereket rászoktatni arra, hogy mégiscsak fizessenek adót, annélkül, hogy a rendőrséget az emberek nyakára bocsátanak, aminek nem örülnének különösképpen. Ezt nem tudom, ezt oldják meg ők.